Korrupció ellenes bizottságot és teljes nyilvánosságot szeretne az MSZP az Orosházi Gyermek és Diák Élelmezési Intézménynél történtek kapcsán. A tavaly novemberi képviselőtestületi ülésen az intézmény éves keretösszegének 53 millió forintos emelését kezdeményezte a területért felelős alpolgármester. A korábbi intézményvezető munkaviszonyát decemberben azonnali hatállyal megszüntették, melynek körülményeit zárt ajtók mögött tárgyalták. Az Orosházi Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatban ez az intézmény szolgáltatja a gyerekek számára az ételt. Már volt egy előterjesztés, ami azt tartalmazta, hogy a 150 milliós éves előirányzatot több mint 200 millióra emeljék föl. Nekünk már akkor gyanús volt ez az ügy, hiszen ha valami november végén kerül elénk egy hónapra az év végéből, az mutatja, hogy itt valami nem stimmel. És néhány héttel korábban bebizonyosodott, hogy a gyanunk nem volt alaptalan, mert az orosházi városvezetés behozott egy olyan előterjesztést, ami azzal volt kapcsolatos, hogy egy botrányos ügy történt az orosházi diákélelmezésnél, és emiatt azonnali hatállyal megkívánták szüntetni az akkori addigi vezetőnek a munkaviszonyát. És mi kértük, hogy ez az előterjesztés, ez a napirend ez legyen nyilvános ülésen, hogy az emberek azonnal kapjanak tájékoztatást erről, de hiába kértem név szerinti szavazást, a fideszesek egyenként név szerint szavazták ezt le. A történtek után az önkormányzati képviselő a megyei kormányhivatalhoz fordult, ahol ugyan megerősítették, hogy a határozatot nyilvánosságra kell hozni, de Füesi Sándor szerint ennek azóta sem tettek eleget. Tehát így 3 hónappal később el lehet azt mondani, hogy rendkívüli felmentéssel menesztették az addigi igazgatót ebben a súlyos ügyben. Tudjuk, hogy több 10 millió forintos lopás gyanúja merült fel. Tudjuk, hogy belső ellenőri jelentés készült az elmúlt hetekben. Követeljük azt, hogy engedjék végre, hogy korrupció ellenes vizsgálóbizottságot hozhassunk létre a képviselőtestületen belül, nem csak ennek az ügynek a kivizsgálására, hanem a többi ügynek a kivizsgálására is, és reméljük, hogy ebben végül sikerre járunk. Füvesi Sándor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy minden lehetséges eszközt felhasznál, hogy fény derüljön arra, hogy történt-e visszaélés az ügyben.